gazdaság és kultúra a 94.2-n és a YouTube-on is. A hétfői nappal elindult az otthon felújítási program, melynek keretein belül legfeljebb 6 millió forintra lehet pályázni. A hazai építőanyag gyártók hogyan készülnek erre a feltehetőleg azért intenzívebb időszakra? A hazai építőanyag gyártók nevében azt gondolom, hogy tudom teljes joggal azt mondani, hogy az építőanyag gyártás felkészülten várja ezt az időszakot. Azaz, mivel hónapok óta folynak az egyeztetések a szaktárcákkal, a minisztériumokkal, már régóta tudunk a program előkészületeiről, valamint szervesen részei voltunk a részletek kialakításának. Úgyhogy azt biztosan állíthatom, hogy a hazai építőanyag gyártás mind kapacitásban, mind pedig szállítási képességben ebben a valószínűleg megnövekedett kereslet mellett nem lesz probléma, mert egyébként sajnos az építőipar egésze továbbra is viszonylag alacsony megrendelés állománnyal küzd, úgyhogy nagy szükség volt már egy ilyen típusú program elindítására. Ugye első körben nagyjából 20-30 ezer hazai épület korszerűsítése valósulhat majd meg. Szó volt arról, és ön is többször beszélt a hazai sajtóban arról, hogy fontos lenne a későbbiekben a programot további lépésekkel megtoldani vagy kibővíteni. Ön mivel számol, mekkora volumenű, most ezt számolhatjuk háztartásokban, épületekben vagy pénzben is, mekkora volumenű programra lenne szükség, és ez mekkora része, ami most elindult? Ez mindenképpen egy nagyon fontos program, mert Magyarországon ez az első olyan kifejezetten lakossági, energetikai célú program, ahol ráadásul ugye ezzel a kamatmentes hitellel kombinálva, azért 6 millió forint egy jelentős összeg, gyakorlatilag ebből egy átlagos kádárkocka méretű épületnek, a hőszigetelési felújítása, az önerőt, az 1 millió forintos önerőt is figyelembe véve megoldható. Tehát ez mindenképpen egy nagyon jó program. Én azt gondolom, attól tartanék inkább a jelentkezők helyében, illetve hát a szakma is azzal kalkulál, hogy egy 2-3 hónapos időtartam alatt ennek a programnak a kerete kimerülhet esetlegesen ennél valamivel előbb is. Tehát érdemes a pályázatra alkalmas épületek tulajdonosainak, az 1990 előtt épült épületekről beszélünk, minél előbb összeállítani az anyagot és jelentkezni, mert ez a program ezzel a 108 milliárdos kerettel az őszre kifuthat. Abban bízunk, és a maga forrás, tehát a teljes hazánknak járó uniós forrás, ami épület energetikára mehet, az egy jóval nagyobb összeg. Ott további jelentős összegekre lehet majd valószínűleg pályázni, de ugye egy ilyen folyamat, amíg a teljes épület állományon körbeérünk, az mindenképpen egy akár évtizedes, akár több mint egy évtizedes hosszúsági folyamat. Figyelembe kell azt venni, hogy Magyarországon jelenleg a teljes épület és lakásállománynak mindösszesen hát a becslések szerint maximum 10%-a van megfelelő energetikai állapotban, tehát ez tényleg ez a 20 ezer csepp a tengerben, legalább összességében 1,5 millió lakóépület felújításra van szükség, de ez azért ez egy évtizedes távlat. Mi azt mondjuk, szakmai szervezetek azt mondják, az EVOSZ is, Masterplusznak is ez a szakmai véleménye, hogy éves szinten egy 100-120 ezer otthon lakás felújítására van minimálisan ahhoz szükség, hogy a következő időszakra szóló energetikai célok és vállalások teljesüljenek. Egyébként önök például az EVOSZ-nál vagy a Masterplusznál hogy látják, ez a beömlő pénzösszeg most milyen hatással lehet az ingatlanpiac állóvizére, ha fogalmazhatok így? Inkább csökkenő vagy növekvő ártrendre számítanak ezek után? Magának az építőanyag piacnak azért van egy nagyon kompetitív, nagyon versenyző jellege, és főleg most, amikor kevesebb megrendelés van, nyilván minden gyártó, minden kereskedő azért a kevés megrendelését mindent megtesz, hogy megkapja. Tehát én összességében pont a verseny miatt érdemi áremelkedésre, vagy olyan áremelkedésre, amit a programhoz semmiképp nem számítok az építőanyagok tekintetében. A munkadíjak tekintetében én azt gondolom az áremelkedések, illetve a fizetések emelése miatti áremelések, ezek már megtörténtek az év első felében. Szerintem jól jár, aki idén el tudja végezni ezt a felújítást, mert egy nagyon kedvező támogatást kap hozzá, illetőleg alacsony építőanyagárakkal tud kalkulálni, és azt gondolom a kivitelezői díjak is talán a jövő évben alacsonyabbak biztos nem, de valószínűleg magasabbak lesznek. Szóval összességében
a pozitív hatása az meg lesz a lakáspiacra. Én azt gondolom, hogy ezek az 1990 előtt épült házak, ezek ilyen szempontból vonzóbbá válnak. Ezzel a támogatással együtt, azért ezzel a 7 millió forinttal együtt gyakorlatilag a külső homlokzati hőszigetelést, a födémszigetelést és a nyilászáró keréjét biztosan végre lehet hajtani egy átlagos méretű családi háznál. Ez mindenképpen hozhat egy pezsgést. Itt továbbra is azt szoktuk kihangsúlyozni, hogy hát nagyon bízunk abba, hogy ez a remélhetőleg sikeres program, ez folytatódik tovább. Ha már ez a mostani program, ön mit tanácsolna az otthonfelújítási program résztvevőinek? Én azt tanácsolom, hogy mindenféleképpen érdemes mielőbb felvenni a kapcsolatot olyan szakemberrel, tanácsadóval, amelyik akár az építőanyagkereskedőn keresztül, akár más online elérhető értékesítési csatornákon keresztül segíti őt ennek a pályázatnak az előkészítésében és beadásában. Azért arra föl kell hívni a lakosság figyelmét, hogy ez egy összetett, viszonylag komoly adminisztrációt igénylő pályázat, tehát két energetikai tanúsítvány is el kell készíteni, önmagában a pályázatnak az MRV pontokon történő leadásához is több adminisztratív akadályt is meg kell tudni ugrani. A lakosságnak az ilyen adminisztrációban kevésbé tapasztalt részein azt gondolom, akkor jár jól, hogyha egy tanácsadó segítségét igénybe veszi, mert ez nem egy egyszerűsített pálya. Úgyhogy szerintem érdemes minél előbb megtalálni azt a kivitelezőt, vagy építőanyagkereskedőt, ahol a munkát, illetve az anyagot meg szeretnék vásárolni, és mielőbb érdemes azt a tanácsadót is kiválasztani, akivel a programnak neki lehet futni.